ezzel a számmal ért véget a Jó reggelt műsorszakaszunk. A pontos idő 11 óra 50 perc. További szép napot kívánunk mindenkinek, és a jó hangulatú munkavégzés érdekében ismét egy vidám zenével folytatjuk adásunkat. Az újságban megadott állás hirdetésekről érdeklődnék. Ó, igen, Károly, már váltuk a hívását. Kérem, fáradjon el az irodánkba. Uram, jól van? Honnan? Hall engem? Ki mondta, hogy... Mondhatom a címet. Igen, hogyne. Természetesen csak felhívom. Mi az, hogy nincs a másik helyzetes? Magával beszéltem telefonon. Nem beszéltünk egyáltalán, és elmondtam, hogy nincs beírva a naplomba, úgyhogy kérem, fáradjon. De igenis beszéltünk telefonon, és beírva maga ön, de engem, hogy legyen állásom. Uram, de itt a napi beosztás, és nincs beírva a neve, nincs írva. Mi az, hogy nincs beírva? Maguk hülyét csinálnak belőle? Kérem, őrizzem ez a nyugalmát, és fáradjon. Ne csinálnak belőle, hülyét! Kérem, hogy van lehülemben, mi van a biztonság? Mi ez az üvöltözés? Értsd meg engem, behívtak ide állási interjúra. Igen, de ne kiabáljon ezt, és megmondtam magának, hogy nem tudok állást. Nem kiabálok, de a hölgy telefonált, és most azt mondja, hogy nem telefonált. De nem tudok állást adni magának! De az is két ember kéne kirúgva! Akkor miért hívtak engem be? Miért csinálnak belőlem? Na, ja, jó, ezt most fejezzük el. Biztonságiak, legyenek szívesek éljenek! Mi van, nem hallottál távozó? Menjen már, nem értette! Hadd mondták, hogy menjen! Na, gyerünk kifelé! Kórez! Mi történt veled? Tegnap elmentem egy állásinterjúra. Jó, 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 végre valami, de mi van az arcoddal? Nem is tudom. Felhívom, érted? Behívnak, aztán meg elzavarnak. Megaláznak. És amikor ezt szóvá teszem, megvernek és kidobnak. Ők vertek meg? De mégis, hogy történt? Nem tudom. Csak
Arra emlékszem, hogy oda megyek, aztán már otthon vagyok. Képek villannak be. Lehet agyrázkodásom van. Most mit tegyek? Egyedül semmit. Most szépen oda megyünk és lerendezzük a dolgot. Nem kéne inkább a rendőrséget hívni? Hívsz, ha akarod, de szerintem fölösleges. Született 1971-ben Budapesten. Anyja neve Komáromi Erzsébet, így van? Igen. Jó. Hoztam önnek néhány képet. Szeretném, hogyha vetne rájuk egy pillantást. Úgy van. Gyönyörködjön bennük. Ez már-már művészet, nem? Jó, Frances. Miért mutat nekem ilyeneket? Unom már ezt játszani. Miről beszél? Mégis mit akar tőlem? Én csak az igazat. Miféle igazat? Tudja azt maga. Jó, Frances, ki maga? Mi folyik itt? Jó, akkor csináljuk így. Maga szerint miért ül itt? Nem tudom. Nem tudja. Nem ismerősek a testrészek? Honnan lennének? Pedig tudhatná. Mégis honnan? Hol volt tegnap délután 4 órakor? Nem tudom. Nem emlékszem. Azt sem tudom, hogy kerültem ide. Jó, akkor majd én elmondom. Tegnap délután 16:00-kor maga előre megfontolt szándékkal követett el több rendbeli gyilkosságot. Gyilkosságot? Mészárlást. Nem elégedett meg azzal, hogy megölte, de még fel is darabolta őket. Disznóvágást rendezett, kivégzett 3 embert. Az egyiket 17-szer szúrta meg. 8-szor a gyomrán, 9-szer a mellkasán, hogy a szerencsétlennek megtelt a tüdeje vérrel, és gyakorlatilag abba fulladt bele. Egy másiknak elvágta a torkát, és szépen végignézte, ahogy kivérzik elterülve a földön. És amit a titkárnővel művelt, arról még én sem szívesen beszélek. Kérem, ne tegyed fel! Ők is ezt mondhatták magának. Tényleg, mit érzett akkor? Esküszöm, ez valami félreértés. Ó, hát persze, még indoka is volt rá. Ugyanaznap jártott egy szép kis balhét rendezett. Ez sem ismerős. Nem. Pedig rajta vannak az új lenyomatai. Ő tisztázni fog. Ő is velem volt. Senki nem volt magával. Doki. 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 Na mit gondol, feltétlen fontos volt ez? Mindenképpen. Bármennyire is el kell szomorítanom, de igazat mond. Mi tehát az új lenyomatokat nem lehet? Hadd fejezzem be. Igazat is mondott, meg nem is. Nézze, ha most az a célja, hogy a bíróságot befolyásolja. Nem, a bizonyítékok ellene szólnak, ezt nem lehet megkerülni. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy ez az ember nem olyan, mint akikkel eddig volt dolga.
Többször találkoztam hasonlóval, és olvastam az aktáját egy kollégámtól. Jó. Lényeg? A lényeg, hogy ez az ember skizofréniában szenved. Tudathasadásos. Nincs tisztában bizonyos tetteivel. Elmebeteg. Ezért mondtam, hogy igazat mondott. Nem ültette, és mégis. Azaz egy másik énje. Az a mániákus, aki ott él benne mélyen a rengeteg elfolytott indulatból táplálkozva, és csak egy hajszálon függ, hogy az a démon mikor veszi át teljesen az irányítást. Akkor is elítélik, mint a szart. Ki kell ábrándítanom önt? Mert én, hogy ültette, de a bíróság az elme állapotára tekintettel lesz. És mint az törvényben is van iktatva, egy megfelelő intézetbe kerül, ahol foglalkoznak vele, és megpróbálják kigyógyítani. Elhitettem magával, hogy behívták egy állásinterjúra. Miközben az a szám már nem is él. Csak találomra bement abba az irodába a szerencsétlenek, ez akik nem is sejtették. Mikor közölték vele, hogy nincs semmi hirdetésük, bekattant. Még ha a bíróság bűnösnek is találja a gyilkosságok vágyában, akkor sem fogják börtönbe csukni és örökre elzárni. Az ilyen beteg emberekkel másképp bánnak, és mint mindig megpróbálják majd kigyógyítani. És ha jól viselkedik, akár egy év múlva ismét az utcán mászkálhat.